Szabadkán a Szegedi úton kevesebb autót látni, mint egy átlagos munkanapon. A forgalom lassabban halad, a járművezetők megfontoltabbak a csúszós havas utak miatt. Az utcák peremét hóbuckák szegélyezik. Hosszas várakozásokra számíthatunk a forgalomirányító lámpáknál. A köztisztasági közvállalat dolgozói erőteljesen végzik a hó eltakarítását a város központjában, a főtéren és a sétányokon. A munka speciális munkagépekkel és kézi szerszámokkal történik. Tej, a kávé, amit akarunk ma. Kicsit dolgozunk, bemegyünk, és akkor pihenünk egy kicsit, akkor megint ki, és így. Szerbia egész területén rendkívüli helyzetet hirdetett a kormány. A rendelet alapján Szabadka város válságstábja megbízta az ügyfélszolgálatot, hogy toborozzon polgárokat a nagy mennyiségű hó eltakarításához. Jutse, u nedelju, je oko 60 ljudi došlo na čišćenje grada. Evo danas imamo 92 na terenu u smeni od 8 časova. 150 dinara, to se znači računa da otprilike naknada za sat vremena, jer je pola dnevnice koja je 8 časova oko 1200 dinara. Pa kad se podeli se matematikom, otprilike računica pokazuje da je to. Szabadkán a Segíts a szomszédnak, segíts a városnak címmel indítottak mozgalmat a nagy hóesés miatt. A cél, hogy a lakosok amellett, hogy saját lakóházuk előtt eltakarítják a havat, idős szomszédjaiknak is segítsenek. Ezzel a gyalogos forgalmat és a város mobilitását is megkönnyítik.